Jó estét kívánok, itt a Tónusok, a Pécs TV kulturális magazinja. Mai adásunkban többek között ellátogatunk a Nádor Galériába, ahol a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának doktorandusz hallgatóinak munkáiból nyílt szemeszterzáró tárlat. Illetve itt vagyunk most az E78 koncertteremnél a Pirográni udvaron. Rövidesen kezdődik a Metronóm Jazz Club következő koncertje. Hogy kilépett föl, megtudják a műsorból. Jó szórakozást! Közelít az egyetemeken a szemeszter vége. Persze hosszúnak tűnhet a vizsgaidőszak, főként a vizsgázók számára, de néhány hét és véget ér a tanév a Pécsi Tudomány Egyetemen is. Ennek egyik jele, hogy szemeszterzáró kiállítás nyílt a Művészeti Kar Doktori Iskola hallgatóinak alkotásaiból a város főterén, a Nádor Galériában, amit 10 esztendeje működtet az egyetem művészeti kara. A kerek évfordulót márciusban ünnepelték, az elmúlt szemesztert pedig a most nyílt kiállítással, melyen a közönséget és a doktoranduszokat egyrészről Várkonyi György művészettörténész egyetemi oktató, másrészről a doktori iskola vezetője Somodi Péter professzor köszöntötte. Ugye úgy hívjuk a doktori képzésben résztvevő hallgatókat, hogy doktorandusz. Egyéni programot csinálnak, mindenki a saját művészeti programját viszi végig. Így aztán a művek között kevés olyan fajta koherencia vagy összefűző erő van, amelynek a kiállítás, amelyre a kiállítás szerveződne. De ez mindig is így volt, ez ezeknek a kiállításoknak, ha úgy tetszik, a sajátossága is, és ezzel így teljesen rendben van ez a dolog. Egy percre elterelem a figyelmet az alkotókról és alkotásokról. Mesélj egy picit a Gyuriról. Várkonyi György művészettörténész, ő nyitja meg a kiállítást, és most hallottam tőle, hogy utolsó előadását tartotta a doktori iskolában, mert hogy végleg nyugdíjba megy. Hogy gondolkodsz erről? Én bízom benne, hogy nem az utolsót tartotta, szóval azért én ennél lassabban engedném őt el, mert hogy a doktori iskolában viszont az első fél éve volt, amit tartott a doktoranduszok számára. Ugye ez egy másik fajta előadás sorozat, nem feltétlenül van fedésbe az egyetem nappali tagozatos oktatásával, és én ilyen alkalmi előadásokra és egy programnak, egy művészeti területnek a szakértőjeként még a jövőben is szeretném őt meghívni, még ha ez lehet, hogy nem is ugyanazzal az iskolai periódikával, rendszerességgel fog történni, mint ahogyan eddig, de én szeretném őt időről időre meghívni majd a doktori iskolába. Várkonyi György művészettörténésszel az elmúlt évtizedekben nem csak az egyetemi hallgatók, hanem azok is találkozhattak, akik rendszeres látogatói a pécsi múzeumoknak, művészeti kiállításoknak, vagy éppen rendszeres nézői a Tónusoknak, a Pécs TV kulturális magazinjának Baranyában és a Vármegye határán túl. Az imént felsorolt csoportok mindig számíthattak a művészettörténész szaktudására, akitől a szemeszterzáró kiállítás megnyitóján azt kérdeztem, vajon van-e még számára újdonság Pécset vagy szerte a nagyvilágban? Természetesen elméletileg lehetséges, és én nem is abszolutizálnám az újdonság értéket, pontosan azok miatt, a tapasztalatok miatt, amelyekről a rafinált kérdésedben beszéltél, mert hogy nemrég tartottam egy kurzust itt a DLA képzésben, amelynek az volt a címe, hogy képzőművészeti újítások a korai modernizmusban. Tehát gyakorlatilag az innovációról szólt. Az innováció egy többszörösen is kompromittált fogalom a közelmúltbeli belpolitikai fejlemények miatt is természetesen. És egyébként is elgondolkodtató, hogyan szabaduljunk ki az idő fogságából. Ezt itt mindenki megpróbálja, és a tapasztaltabb szem persze arra jut, hogy láttam valami hasonlót, hogy alig ha van új a nap alatt. Vannak gesztusok, még egy olyan időszakában is a történelmi időnek, amikor már többször kijelentették, hogy a művészetnek mint olyannak vége. 1983-ban Hans Belting megjelentette azt a könyvét, aminek az a címe, hogy nem csak a művészetnek van vége, hanem a művészet történetnek is vége van. Ugyanakkor
Én úgy gondolom, hogy minden újító szándék, minden felforgató gesztus valamilyen előzményekre vezethető vissza. És ha most így próbálom a kérdést megválaszolni, akkor igen, azt mondom, hogy vannak üdítő dolgok, amelyeket így még nem láttam, de a gesztusok ismerősek. Hasonló a fölvetés a doktori iskola vezetőjéhez is, bár a kérdés valójában kissé költői, hiszen Somodi Péter festőművészként az újat viszi a vászonra. Remélem, igen, én nekem mindig tudnak újat mutatni. Nyilvánvalóan ez vizsgálódás kérdése. Ha az ember, valljuk be, csalódottan is érheti az embert új hatás, és örömtelien is. Én most alapvetően örültem, tudom én azért jól, hogy ki mivel foglalkozik. Ezért én igazából azt nézem, hogy ahhoz képest, ahogyan én ismerek valakit, most éppen ezen a napon milyen újdonsággal, vagy hogy mondjam, a munkájának milyen stádiumban van a fejlettsége, az állapota, az egész, meddig jutott vele. Ilyen értelemben azért ezek pozitív meglepetések számomra most itt mind. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara doktori iskolájának szemeszterzáró kiállítása 2024. május 31-ig tekinthető meg a Széchenyi téri Nádor galériában. Mindössze 2 perces séta a következő kiállítás megnyitó helyszíne a Nádor galériától. Irány a Jókai utca, ahol Márton Enikő tárlata nyílt meg a magánkézben lévő Bach galériában. A Berlinben élő alkotó a Fehér Gyarmat melletti Fülesden cseperedett, Debrecenben volt középiskolás, majd az útja Pécsre vezetett, ahol a művészeti karon tanult, később ott doktori fokozatot is szerzett, mestere pedig az imént hallott Somodi Péter professzor volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jövök, eredetileg Fülestről, és ott született meg ez a gondolat, igen, hogy a térrel, a fényel szeretnék foglalkozni. Valahogy az elvágyódás az mindig is ott úgy foglalkoztatott, és az, hogy a természet közelsége adott volt, a túrpart, a rét, a tisztások, az erdő, ott rengeteget voltam ott a vízben, a Tiszában, Turban. Ez teljesen felfedezni a környéket, bevenni magamnak. Innen indult el ez az egész térélmény utáni vágy. És Debrecenen keresztül miért éppen Pécsre vezetett az út, hiszen a Pécsi Tudományegyetem hallgatója volt, és a doktorandusz képzésben is itt vett részt. Gyakorlatilag, amikor Debrecenen matematika szakra jártam, akkor letisztult ez, hogy van ez az önkifejezés, az ami nekem nagyon fontos lenne, hogy legyen az alkotás utáni vágy, és Pécs volt az a hely onnan a legközelebbi számomra, ami vonzott. Jelentkeztem annak még a Képzőművészeti Egyetemre is, ide is, és itt felvettek azonnal, és amint ide megérkeztem, otthon éreztem magam. Pécs mindig is közel állt a szívemhez, jól éreztem itt magam, graduális időszakban is itt tanultam. Utána a mesterem, Somodi Péter bátorítására egyszer elmentem Erasmusszal Münchenbe. Fél évet töltöttem ott Cseri Czernyuk osztályában, festészettel is. Akkor azt az időszakot meghosszabbítottam, mert az a felfedezési vágy az ott jól működött, és ment tovább ott is az élet. Voltak ötletek, hogy így lehet ott is még csinálni, de aztán visszajöttem, lediplomáztam, és akkor a diplomázás után visszakerültem újra Münchenbe, és művészetterápiát tanultam ott tovább, egy egyetem utáni továbbképzés keretében 2 évig, és onnan Berlinbe kerültem, dolgoztam, alkottam folyamatosan, és Berlinben jött az ötlet, hogy a festészet az számomra az eszencia, és ezt mindenképpen szeretném folytatni, és kutatni is, úgyhogy akkor újra felvettem a kapcsolatot Pécsel, és az anyanyelvemen akartam ezt az egészet itt folytatni, úgyhogy így kerültem vissza Pécsre, és aztán a doktoriskolába Somodi Péterhez jártam újra. Viszont 11 éve letáborozott Berlinben. Igen. És ezt azért is említem, mert hogy említette a gyerekkori családi házkertjét, a tágas tereket, a természetet, és hogy ez indított el valamit. Berlin hogyan hat a festészetére? És nem csak a festészetre, hanem a műtárgyaira is. Hát a városi tér, ezek az urbán
témák, az nyilván teljesen más közeg. Nyilván ilyen gondolati tereket stimulál inkább, tudatti tereket, és azt gondolom, hogy a természet tájterek után ott, mint ilyen rendszerekben való gondolkodás, a társadalomban való beilleszkedés, tehát egy ilyen abszolút formába átolódott a téma a terekkel való foglalkozást illetően. Itt a kutatási programom témája az a külső és a belső terek határán volt, és az utóbbi években pedig a tudattereire, a belső terekre fókuszáltam azóta, hogy visszakerültem oda. Zárásként dupla kérdés. Milyen érzés volt most visszatérni Pécsre, néhány perce érkezett, és hogy meglepte, hogy egy pécsi magángaléria meghívására jött? Nagyon örültem neki. Én voltam itt már többször is Pécsen kiállítani, mióta elkerültem innen, és mindig nagyon örülök, és mindig nagyon szívesen jövök. Legutóbb a civil közösségek házában volt szerencsém kiállítani, úgyhogy most kíváncsian várom, hogy hogyan fogadja a közönség itt a munkáimat újra. Márton Enikő festőművész kiállítása 2024. július 20-áig tekinthető meg a Bak galériában. Ismét rangos előadó fellépésével folytatódott a Pécsi Metronóm Jazz Club koncertsorozata a Zsolnai Kulturális Negyedben. Az E78 koncertteremben a Szakcsi Junior Renaissance játszott a színpadon, ahol nem is olyan régen, 2022. szeptemberében még az idősebb Szakcsi Lakatos Béla játszott, nem sokkal azelőtt, hogy elhunyt. A név világszerte ismert, a nemzet művésze volt a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész és zeneszerző, akinek mindkét fia, az ifjabbik Béla és Róbert is zenei pályán járt gyerekkora óta. Az E78-ban egy egészen friss felállás a Szakcsi Junior Renaissance játszott főként saját szerzeményeket, kivéve két tételt, melyek közül egyiket az idősebb Szakcsi Lakatos Béla írta, a másikat pedig Babos Gyula, néhai jazzgitáros. Hát ez 2022 végén, sajnos apám 2022. október 2-án elment, és aztán rögtön decemberben már elkezdtem szervezni, mert állandóan azt mondta nekem, hogy Béla, állandóan csak swing zenét játszol meg, meg állandóan csak a régieket hallgatod, és csinálj valami maibb szerű zenét. És akkor én úgy éreztem, hogy addig nem fogadtam neki sajnoszó, de most szót fogadtam neki, és megcsináltam, és így született a reneszánsz. Ami odáig fajult, hogy most már egy 3 hét múlva megjelenik az első lemezünk. De kizárólag saját zenét játszunk. Kivétel egy-kettő, amit egy apám szerzeményét, ami még a legendás Saturnus lemezen jelent meg először 87 körül. Igen. Én olvastam egy interjút is, amikor ez a mostani formáció létrejött, és abban arról meséltél, hogy bár otthon mindig szólt a zene, és édesapátok mindig zongorázott, de sem téged, sem Robert testvéredet nem tolt a fater, hogy zenészek legyetek. De aztán mégis így alakult, a pék fia pék lesz. Pontosan, ugye ezt akartam mondani. Minden gyerek az apját utánozza. És hát elkerülhetetlen volt. Még az is elkerülhetetlen volt, hogy esetleg én vagy a Robi egy más hangszert választunk. Jó lett volna, meg tudtunk volna együtt játszani, de még ez sem sikerült, hanem mind a hárman a zongorát, és ráadásul mind a hárman a jazz zenészek lettünk, vagy a voltunk, apám volt, igen, és hát ez elég sok nehézséget okozott a családban, mert nem volt az a koncertszervező, akinek az lett volna a politikája ez ügyben, hogy vagy a műsor felépítése egy jazzfesztivál szervezésében, hogy mind a hármunkat felléptet. Ilyen nagyon ritkán voltam.
a mostani zenéről mesélj, ami ma este is az 78-ban hangzik. Én hallgattam a beállást, és az érezhető, meg hát olvastam is, hogy dinamikusabb, volt itt egy funk is dob meg basszus alap, még ritmus lépésben is jöttem ki a teremből, és azt láttam, hogy az operatőr kollega is táncra perdült. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, populárisabb? Hogy fogalmazhatom meg? Hát valamikor, avval kezdeném, hogy valamikor a jazz populáris volt a swing korszakban. Ugye táncoltak rá. De ez egyáltalán nem zavart a zenészeket, ugyanolyan csodák születtek abban a korszakban is. Aztán jött egy másik forradalom, a bibapap, ami fölkerült a koncert színpadra, a zene, az már nem volt annyira szórakoztató, ugye, hanem tehát a zeneileg is sokkal komolyabb volt. Mi azt csináljuk, hogy azért megtartottuk a jazz különböző korszakaiból azokat az igényes dolgokat, azokat a kifejező eszközöket, a harmóniákat, és ott a klasszikus zenéből is vannak beépítve elemek, de egy ilyen könnyedebb, populárisabb, érthetőbb előadásmódon vagy alappal. Erről szól a reneszánsz, megújult valami. És a zenésztársak hogyan érkeztek az életedbe és a zenekarba? Hát a Torma Rudolf, az a gyerekkori barátom, az a pályatársam, és a többiek meg a legtehetségesebb fiatalok, akiket két helyen is tanítottam a Vienna Konzervatóriumban, és a Schneeberger Feri által vezetett tehetségközpontban, felsősön, és velük ott találkoztam, és rögtön tudtam, hogy ezek nagyon tehetségesek is, és tudnak engem inspirálni. És erre a formációra íródott azért tulajdonképpen az egész anyag. Röviden már említettem a beszélgetés bevezetőjében, hogy érdekesen, vagy mondjuk inkább úgy, hogy szívszorítóan találkoznak apák és fiúk egy koncertteremben. Az idősebb Szakcsi Lakatos Béla 2022. szeptember 15-én a Magyar Jazz Quintettel járt az E78 koncertteremben, mindössze két héttel azelőtt, hogy elhunyt volna Budapesten. Most ugyanazon a színpadon az ifjabbik Szakcsi Lakatos Béla koncertezett, és az erről való beszélgetést sem kerültük el, mert hogy a fiatal úr számára is egészen más érzés ennek tudatában a pécsi közönség elé lépni. Más. Hát nem tudtam még megemészteni, nem csak ezen a színpadon, de amúgy a magánéletben is. Még nem tudom magam túltenni rá. Valószínűleg nem is fogom, de megpróbálom azt az utat járni, amire ő nevelt minket. Az, hogy a zenét hogy kell csinálni. Mert ő ment el nekem, nem a művész hiányzik, hanem az édesapám. A zenét azt itt hagyta nekünk. Azon megyünk tovább, az a Robival, azon az úton, és azon a neveltetésen, amit kaptunk, hogy ugye 40 évig olvasta a Bibliát, és megpróbálunk ennek megfelelni és egyenesen járni, annak ellenére, hogy elbukunk napjainkban többször, minden ember bukdácsolunk, de megpróbálunk ezen az úton tovább menni, ameddig itt vagyunk mink is. Ez volt a szomorú része, ami viszont a szép része, hogy indult egy jazz rádió, a Magyar Jazz Rádiója Magyarországon, Szakcsi Rádió, a neveteket viseli. Hát apám nevét, igen. És ez nagyon nagy örömtelés, többször több médiában is megköszöntem az illetékeseknek, a Bogya Bartók Rádiónak, a Devics Márton úrnak, hogy ilyet, ez egy internetes rádió, és csak ott egész nap jazz szól, nagyon nagy dolog is. 60-40 vagy 70-30%-ban magyar jazz. Szóval ez annyira kellett már. Hát sajnos most azt mondom, hogy neked, hogy halljon ez az apám, de végül is így volt. De van, és örülünk neki. És annak még jobban örülünk, hogy a Csák János miniszter úr 2000 közbejárásával 2025 márciusától
a jazzzenészek nem Máté Péter díjat kapnak, mert ezen apám is dolgozott, nem mintha bántanak a Máté Pétert, kiváló zenész volt, csak hát a jazzzenészek valami mást érdemelnének. És a miniszter úr elintézte, hogy 2025-től jazzzenészek Szakcsi díjat kapnak, ami egyen értékű a Liszt Ferenc díjjal, és azt gondolom, hogy egy roma származású emberről elneveznek egy ilyen állami középdíjat, ami egyenrangú a Liszt Ferenc díj, az egy nagyon nagy dolog, és egy nagyon nagy megtiszteltetés, és a rádióval együtt. Káprázatos fény- és élményfürdő Pécs különböző pontjain, csak néhány pillanat a tavalyi Zsolnai Fényfesztiválról. A város leglátványosabb eseménysorozata idén július 4-e és 7-e között várja az érdeklődőket, immár 8. alkalommal. A közelgő eseményről a Kodály Központban tartottak sajtótájékoztatót, ahol Péter Fiatila polgármester a Pécs TV-nek elmondta, hogy a rendezvény a kulturális és a művészeti értéke mellett a pécsi turizmus számára is jelentőséggel bír. A Fényfesztivál az a Pécs kulturális megmutatkozásának azt gondolom egy égköve. Minden évben igyekszünk a Fényfesztivál keretében a rekordszámú látogatót ide csábítani Pécsre, úgyhogy egyrészt a jelentősége, egyrészt fényfesztiválról van szó, kulturális művészeti jelentőség, másik pedig nyilván a turisztikai felendülésünkben, Pécs város felendülésében nagyon fontos esemény, és idén is hát ennek köszönhetően több mint 100 000 fős turistát, tehát ekkora látogatósereget várunk, úgyhogy gondolom, hogy megint meg fog telni a város, többek örömére, többek kevesebb vagy mérsékelt örömére, de azt gondolom, hogy egy olyan fontos fesztiválról beszélünk, ami Magyarországon ebben a műfajban is kiemeli Pécset a többi hasonló desztináció közül. Úgyhogy ez egy sikeres program, a cél nyilván az, hogy minden évben egyre nagyobb és egyre sikeresebbé váljon. A fesztivál 30 helyszínen kínál programokat a belvárosban és annak közelségében, idén egészen a Zsolnai Kulturális Negyedik húzódik a Fény Univerzum. Az újdonságokról beszélgettünk a Zsolnai Örökségkezelő ügyvezetőjével. Idén az egyik újdonság ugye a fő attrakciós helyszín, ugye a Székesegyházon látható Zsolnai Lárták Megping verseny, ugye idén annyival egészül ki, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy bővül, ugye hogy már csütörtök estétől látható lesz versenyprogramnak ugye a vetítése, itt este 9:30-tól már megtekinthetőek lesznek, ugye ez főleg az indukálta ugye, hogy nagyon nagy érdeklődésnek ad számot ugye itt a domtéri Székesegyházi vetítés, hála Istennek, és reméljük ez idén is így lesz, de ugye az emberek minél jobban tudják ezt élvezni, az ide látogatók, ezért már egy nappal korábban elkezdjük itt a vetítést, hogy egy kicsit az embereket, a fluktuációját jobban elősegítsük. Ugye ezért is van, hogy fél óránként fog lemenni egy versenyprogram, és utána ugye már ismétlődik, tehát 9:30-tól 10-ig, és utána 10 órától ugye fél órás váltásokban folyamatosan ismétlődni fog az előadás, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy ha tud, akkor ilyen egész időpontra érkezzen, egy fél óra alatt meg tudja tekinteni az előadásokat, az előadást, és akkor utána javaslom a fényútja helyszíneiknek majd a megtekintését, amivel idén
még annyival pluszba készülünk, ugye, hogy itt is az volt a fő szervező vagy vezére, hogy minél jobban próbáljuk széthúzni a városba, és minél több helyszínt tudjunk bevonzani. Itt ugye egy fő szempont volt, hogy ha már a Zsolnai Örökségkezelő a főszervező, akkor minél több Zsökk által üzemeltetett helyszínt vonjunk be, úgyhogy így került ugye a Zsolnai negyedik, ugye idén egészen ki lesz húzva a fesztivál, tehát ugyanúgy, ahogy a Kodály már tavaly nagy érdeklődéssel debütált, a Kodály is helyszín lesz. Ezt mindenképpen ajánlom egyébként, itt egy japán fényművésznek az alkotása lesz megtekinthető, egy laser show. Ezt nagyon ajánlom, és ha már idáig eljönnek az emberek, akkor pedig a Balokány-ligeten keresztül egy meseerdőn keresztül eljuthatnak a Zsolnai negyedből, úgyhogy én ezt mindenképpen javaslom, hogy akkor tovább is menjenek, vagy egyébként vagy a Zsolnai negyedből induljanak, és úgy menjenek a belváros felé, ugye a negyedben könnyen le lehet parkolni, ugye ott van egy nyitott parkoló. És a Zsolnai negyednek egyébként az állandó kiállításait is ebben az időszakban megtekinthetőek lesznek, illetve van egy M21 galériában pont akkor egy Street Up nevű kiállításunk. Ezt azért is emelem ki, mert az egyik alkotónak, aki az M21-ben van kiállító, a Janusz Pannonius utca, ugye a fényszőnyegnek az egyik alkotója, és ő egy nagyon híres hazai graffiti művész, Fork Imre, úgyhogy javaslom, hogyha aki a fényszőnyeget megnézni, akkor már jön a Zsolnai negyedbe is, és nézze meg ott is, hogy milyen művei vannak, úgyhogy ezekkel az újdonságokkal készülünk idén. A fesztivál legfőbb attrakciója idén is a fényfestő verseny lesz, ahol 5 alkotást láthatnak a nézők a Székesegyház homlokzatára vetítve. Az eddigiektől eltérően ebben az esztendőben erre nem írtak ki pályázatot, hanem olyan művészeket hívtak meg, akiknek a munkája nemzetközi szinten elismert. Két dologban vagyunk mi érintett a kiégrizzók révén, az egyik az a Székesegyházon lévő light art mapping verseny, ami idén egy nagy változáson esett, tehát nem nyílt pályázatot hirdettünk, hanem meghívtunk 5 alkotót, akiket előre kiválasztottunk, egy belső team kiválasztotta őket. Azt reméltük, és most az eddig látottak alapján ez úgy tűnik bejött, hogy ezzel minőségi ugrást tudunk elérni. Olyan alkotókat tudunk elérni ezzel, akik mondjuk maguktól nem indulnának egy versenyen már, mert a pályájuk ott tart, ahol már nem versenyeznek, viszont eljöttek, mert olyan rangos a Székesegyház a nemzetközi mércével is mérve, hogy eljöttek hozzánk, és alkotnak nekünk új filmeket, és az eddig látott adtak alapján ez egy jó döntés volt. Ez az egyik nagy változás, ugye ennek kapcsán nincs is a vetítéshez igazi zsűri, csak a közönség szavazat fog működni. A nézők ezáltal eldönthetik, hogy ki jusson tovább, és ha minden igaz, akkor az IMAP nemzetközi Champions League-ként működő vetítő versenyre bejut továbbra is a győztes, aki megnyeri nálunk ezt a versenyt. Tehát ennyi a verseny részeiben megmarad a dologban. A vetítés témája a Rubik Ernő által tervezett világhírű bűvös kocka, ami kereken 50 esztendeje született 1974-ben. Nem feltétlen kockákat akartunk látni, vagy akarunk látni a művészektől, és ezt le is írtuk nekik a kiírásban, hanem a kocka mögött lévő szellemiség, az a gondolat, az a komplexitás, az a működési elv, amit szerettünk volna, hogyha ők értelmeznének, végig gondolnának és reflektálnának rá. És nagyon izgalmas, sokszínű, tehát jó értelembe vett sokszínű alkotások születtek, a teljesen manuális videófelvételen alapuló animációtól kezdve a mesterséges intelligenciával készült vetítésig mindenféle lesz. Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták, köszönjük figyelmüket. Jövő hétfőn, pünköst hétfő lesz, akkor ismétléssel jelentkezünk, viszont várjuk Önöket 2 hét múlva új adással. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.